A szervezők szerint az Exiten tegnap 40 ezer látogató fordult meg. A fesztivál második estéjén Gloria Gaynor lépett fel. Igen, az Exit nagyszerű, de mi csak Gloria Gaynor miatt jöttünk el Hollandiából. Gloria Gaynor egyesek szerint az este zenetörténeti előadást tartott az Exit főszínpadán, még a szakadó eső sem rontott a performanszán, amely a közönség véleménye szerint az egyik legjobb koncert volt az Exit történetében. Valamivel éjfél előtt a fesztivál kapuinál nagy torlódás keletkezett, ugyanis hatalmas érdeklődés övezte a Rudimental fellépését, amely tavaly a legjobb fiatal együttesnek járó elismerést érdemelte ki. Rudimental, Skrillexet, és hát így, még amire eljutok, azt is mindenre kíváncsi vagyok, mindenre nyitott vagyok, úgyhogy sok mindent szeretnék megtekinteni. Rudimental, Skrillex neked az ilyen nagyobb eseményekre, de az nem zárja ki, hogy ugye a köztes időben ugye megoldjuk, hogy elmegyünk kisebb előadókra, megnézzük mindenféle stage-et. A fesztivál harmadik estén Damon Albarn és a Skrillex számítanak a legnevesebb fellépőknek. Emellett érdemes a kisebb színpadokra is ellátogatni, ugyancsak ismert előadók lépnek fel ott is. A Fusion Stage-en például a Love Hunters, a Runde Cargo Trio és az Ateist Rap, az Explosive Stage-en pedig a 7 Seconds lép fel. A fesztiválozók ma este is mindenképpen vízálló lábbelivel és esőkabáttal felszerelkezve induljanak a várba, hiszen még a meteorológusok sem tudják pontosan megmondani, hogy milyen időre számíthatunk.